December 20-án kedden a Magyar Honvédség parancsnokának idei utolsó havi vezetői értekezletének elején elismerések átadására került sor. Ezeket Ruszin Szendi Romulus altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka és Varga Tamás parlamenti államtitkár miniszterhelyettes adta át. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter 10 katonai vezetőnek adományozott migrációs válsághelyzet kezeléséért szolgálati jelet. 60. születésnapja alkalmából a Magyar Honvédség kötelékében, beosztásaiban 4 évtizeden át végzett kiemelkedő munkája elismeréséül emléktárgyat vehetett át Kilián Nándor vezérőrnagy, a Magyar Honvédség parancsnokságának korábbi légierő haderőnemi szemlélője. Lippai Péter dandártábornok, a szárazföldi parancsnokság parancsnoka, a Magyar Honvédség által 2023. január 1-től a NATO számára felajánlott közepes dandár NATO kreval ellenőrzésének előkészítése, szervezése és végrehajtása során végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként vehetett át emléktárgyat. Ugyancsak emléktárgyat vehetett át Kovács István alezredes, a debreceni Kratochwil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium igazgatója, a Magyar Honvédség érdekében huzamos időn át végzett szakmai munkájáért. Az elismerések átadását követően Ruszin Szendi Romulus altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka átnyújtotta a haderő átszervezésével kapcsolatos feladatokra vonatkozó meghatalmazásokat, majd a jelenlévők egy összefoglaló kis filmet tekintettek meg a Magyar Honvédség 2022-es tevékenységéről.